Berlinger Attila polgármester úgy fogalmazott, a fal régóta szúrta a szekszárdiak szemét, és már elhanyagolt, méltatlan állapotot mutatott. Ahol itt állunk a Vármegye háza melletti területen, egy olyan támfal rész újulhatott meg az elmúlt hónapokban, amely sajnos már életveszélyes állapotba került. Az elmúlt évtizedekben ezen a területen a fák és a gyökerek olyan módon túlburjánoztak, hogy már szinte a vasbeton szerkezetét és a téglafalat teljesen megrongálták, veszélyes állapotot hoztak létre. Szekszárd megyejogúváros önkormányzata saját költségvetéséből ebben az évben 25 millió forintot áldozott arra, hogy néhány hónap, körülbelül 150 nap alatt ezt a fal részt helyreállítsa, és méltó környezetet adjon vissza a szekszárdiaknak és az ide látogató vendégeknek, turistáknak. A kivitelezést a Kész Közúti Szolgáltató Nonprofit Kft. Végezte el kiváló minőségben, ezúton is köszönjük azt a szakértői és gyors munkát, amelyel az itt látható falat tényleg egy csodálatos állapotba hozták. Varázsolták újjá. Ezzel a beavatkozással a rendőrség épülete is védelmet nyert, mivel a szomszédos területen húzódik a várfallal. Az ottani működés a rendőrkapitányság épületét is veszélyeztette már ez a rossz állapot utánfal. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos kis szakasza, illetve egy nagyon fontos lépcsőfoka lehet annak a törekvésnek, hogy a város a történelmi belvárosi területeket próbálja meg olyan módon felújítani és méltóvá tenni, amely egy ilyen csodálatos történelmi belvároshoz illő. Annyit tudni kell még erről a támfalról, hogy ez nem a középkori várfalnak a része volt, hanem egy későbbi időszakban, a 19. században épült ide, és hát bizony ez a másfél évszázad már egy kicsikét megsínlett az állapotát. A felújítással hosszú évtizedekre újra biztonságossá vált ez a térség. A szekszárdiak jártukba, keltükbe, akár a Piac tér és a Béla király tér közötti sétájuk során egy nagyon szép környezetet vehetnek újra igénybe. Ezek a helyreállítási munkák nagyon fontos részét képezik annak a törekvésnek, hogy történelmi városhoz illő, de mégis modern építmények jöjjenek létre.